Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kabai Városi Televízió adását látják. Az idei új esztendőben immár negyedszer, 2018. január 28-án vasárnap, Karola, Károly és Tamás napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Ma már mindennek van világnapja. Január 28-a az Adatvédelem Nemzetközi Napja. Ennek a napnak a figyelemfelhívása célja, a közvélemény érdeklődésének felkeltése az adatvédelmi ismeretek iránt. Valójában nem az adatokat kell megvédeni, hanem azokat a személyeket, akikhez az adatok kötődnek. A személyes adatok összegyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozása a cél. 1992 óta Magyarországon is van adatvédelmi törvény. Ebben egyrészt a személyes adatok védelméről határoznak, másrészt a közadatok, mint a törvények, rendeletek, határozatok minden lakos számára való hozzáférhetőségét biztosítják. Manapság az internet, a közösségi oldalak világában különösen fontos, hogy milyen személyes adatok, információk, fotók kerülnek ki megosztásra a nagyvilággal, és természetesen az is kiemelt célunk kell, hogy legyen, hogy az óvatos mértéktartásra a gyermekeinket is megtanítsuk. Nem titkos adat a következő információ, műsor elején szokásos, képes ajánlatunk következik. Hírek, információk. Magyar Kultúra Napja Kabán. Cseh Tamás előadó művészre emlékeztek a helyi versbarátok és ismerőseik. Újból kitüntető címet kapott a Mácsai Sándor Művelődési Ház. Az új esztendőben is a mi biztonságunkért fáradoznak a kabai önkéntes tűzoltók. Ha tehetik, maradjanak velünk! Áder János köztársasági elnök élve az alaptörvényben ráruházott jogkörével a 2018-as általános országgyűlési választásokat április 8-ára írta ki, adta hírül a köztársasági elnök hivatala. Ez lesz a rendszerváltás utáni 8. parlamenti választás Magyarországon. A választók az országos pártlisták mellett 106 egyéni körzetről is döntenek. A választáshoz kapcsolódó határidőket és határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően, de a választásról szóló eljárás törvény alapján már tudhatók a legfontosabb határidők. Eszerint mintegy 7,9 millió magyarországi lakóhelyen rendelkező választójogosultnak február 9-e után kell készhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a helyi jegyzőnél, a helyi választási irodában kérheti azt. A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 17-én indul. Ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az időszakban költhetik el a pártok. A Fidesz-KDNP szövetség a napokban már közzétette a 106 egyéni jelölt névsorát. A Hajdú-Bihari választókörzetben az előzetes várakozásoknak megfelelően a jelenlegi parlamenti képviselők indulnak újra. Így például az 5-ös számú Hajdú-Szoboszlói központú választókerületben, amelyhez Kaba is tartozik, Bodó Sándor.
A Jobbik is bejelentette, hogy ebben a körzetben a korábbi jelölt Rigán István méreti meg magát. A kabai illetőségű és jelenleg is képviselőként dolgozó MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó a sajtóhírek szerint Csepelen indulna. Csúcsot döntött a felhasznált villamos energia mennyisége 2017-ben. A Magyar Villamos Energiai Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT előzetes adatai szerint 2016-hoz képest több mint 2,5%-kal nőtt az igénybe vett mennyiség, eközben valamelyest csökkent az import aránya. A rekord méretű igény zökkenőmentes kielégítését mindvégig biztosította a hazai átviteli hálózat. Történt ez annak ellenére, hogy a szélsőséges időjárási események következtében 3 alkalommal következett be az átviteli hálózat elemek fizikai sérülését is okozó esemény, mondta Tihanyi Zoltán, a Mavir vezérigazgató helyettese. Még mindig nem késő kérni az influenza elleni védőoltást, hívta fel a figyelmet az egészségügyért felelős államtitkár. Ónodi Szűcs Zoltán elmondta, hogy az év első 2 hetében több mint 12 000 fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, és 17 különböző influenza vírust sikerült azonosítani. Ezért mondhatjuk azt, hogy lassan-lassan elkezdődik az influenza szezon. Hozzátette, hogy a védőoltásra ingyenesen jogos a 60 év felettiek, a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi, anyagcsere és immunhiány betegségben szenvedő krónikus betegek, a várandós nők és az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók. Bár az influenza sokak számára elhanyagolhatónak tűnik, a legtöbb súlyos szövődményt még ma is ez okozza Magyarországon. A Magyar Kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon tisztázta le a himnusz kéziratát csekén. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, és felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeket. E nap emlékére az idén január 20-án szombaton tartottak Kabán ünnepi rendezvényt, melyen a 75 éve született Cseh Tamás zeneszerző és előadó művész emlékét idézték fel helyi pedagógusok és a kabai versbarátkör tagjai. Az emlékműsort Makuláné Szanyi Lilla állította össze. A verses dalos műsor előtt Bodó Sándor országgyűlési képviselő, valamint Váradi Istvánné önkormányzati képviselő osztotta meg gondolatait a Művelődési Ház jelenlegi otthonának számító egykori TS iskola előadó termében összegyűlt szép számú hallgatósággal. A képviselő asszony itt közölte az aktuális hírt, mely szerint a Mácsai Sándor Művelődési Ház 2014 után újra elnyerte a minősített közművelődési intézmény kitüntető címet, melyet a kabai delegáció tagjai 2018. január 22-én Budapesten vettek át az államtitkár úrtól. A Kultúra napi emlékműsor után beszélgettünk Bodó Sándorral, Váradi Istvánnéval, valamint Boldogné Kis Ágnes könyvtárvezetővel. A dal a költészet ősműfaja. Belőle született a véra. És amikor én több mint 25 évvel ezelőtt megírtam az első dalszöveget, Kontár úr egy ős eredeti műfajjal hoztam újat. És azóta is, amint dallamot hallok, szavak tódulását érzem, méghozzá számomra meglepetést okozó szavaké. Legtöbbször magam sem tudom, hogyan végződik majd a vers, amit elkezdtem. Az első sorokból következik a többi. A belső zene az belőlem hiányzik. Ennyiben én nem vagyok költő. Külső zenére támadnak fel szavaim, Cseh Tamás játszik előre nekem. Én egy énekes, Cseh Tamás szájára írok szavakat. A dal a műfajom. Nevezhetem verseknek őket? Berenényi Géza, Budapest, 1997. május. Egy művész feladata, hogy gátakat törjön át,
határokat lépjen át. Meg kell tenni ezt a lépést, mert így születnek az új dolgok. Fábián Gyuri. Egy mosókonyában Gyuri találta én azt, hogy mi lesz. Azt, hogy majd mi lesz. Nem várás, az legyő. Tíz évvel ezelőtt. Egy mosókonyában szükség lakásban éjszaka volt, sötét. Utcáról kapcsol a fény. Magamat láttam tíz év múlva itt. Hallottam ezt a mostani bal hangjait. És akkor féltem, nehogy baj lesz legyen. Csak a tíz év múlva ez a dal legyen. És akkor féltem, a világban mindegy az, hogy ki lesz, az, hogy majd ki lesz, csak ez a dal legyen, túl az életem. Magamat láttam tíz év múlva itt, hallottam ezt a mostani dal hangjait. És akkor féltem, nehogy majd ez legyen. Csak tíz év múlva ne ez a dal legyen. És akkor féltem, nehogy majd ez legyen. Csak tíz év múlva ne ez a dal legyen. Csak tíz év múlva. Mondhatjuk, hogy egy rendhagyó irodalmi zenés összeállítással ünnepeltek abba közössége a Magyar Kultúra Napját. Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr is megtekintette az előadást és köszöntötte a nézőket. Egy kicsit Cseh Tamásra is emlékeztek ezzel a műsorral a kavaiak. Hogyan érezte magát, milyen gondolatokat ébresztett önben? Hát már megszokhattuk, hogy Kabán mindig igazán remek irodalmi alkotások születnek saját kútfőből, illetve saját előadókkal. Hát most is ennek lehettünk részesei, és tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon nagy élmény volt. Természetesen a dalok jó része ismert volt talán mindannyiunk számára, hiszen Cseh Tamás életútja, munkásság azért, én azt gondolom, hogy a mikorosztályunk számára hát sok mindenben irányt tudott mutatni. De az a lelkesedés, az a átélt, és talán maximálisan elő is adott érzelemvilág, amit előjött részben profi, részben amatőr előadóinkban, azért ez elgyönyörködtetett mindannyiunkat. Jó volt hallgatni, élmény volt. Gondolom, hogy ilyenkor a Magyar Kultúra Napján a választókörzet több településén is rendeznek hasonló rendezvényeket, és önt is meghívják több helyre is. Hát valóban talán még most kezdődik ez az eseménysorozat, hiszen mindenütt nem tudják pont azon a napon, 22-én, de jó érzés tapasztalni, hogy nagyon sok helyen van, ahol inkább a gyerekeknek, van, ahol esetleg civil szervezeti keretek között, szerencsére olyan is van, ahol városi, települési szinten történik megemlékezés. Ezt
nem lehet rosszul csinálni. Én azt gondolom, hogy a Magyar Kultúra Napján, és hát ehhez kapcsolódóan nem lehet olyan közösségi programot szervezni, amire azt mondanánk, hogy ennek nincs itt a helye. Annyira gazdag a kínálat tulajdonképpen az elmúlt évszázadokból, hogy azoknak bármely része, ami most előadásra kerül, felidézésre kerül, mindannyiunk számára egy újra átélt élmény. A kis köszöntőjében ön is kiemelte a közösségek összetartó erejének fontosságát. Gondolom, hogy ez Kabba esetében, más települések esetében is igaz. Nem is olyan régen a saját Facebook oldalán számolt be például arról, hogy a választókörzetben több roma kisebbségi önkormányzat kapott támogatást, ez is a kultúra támogatás egy része. Hát valóban természetesen minden közösségnek megvan a speciális igénye is, amellett, hogy van egy szép, nagy, egész magyar, hivatalos határokon túl átnyúló kultúra. Én minden olyan lehetőségnek örülök, ami a választókerületben megjelenik, legyen az akár a kultúra, akár a szabadidő, sport, vagy bármilyen más elfoglaltságnak a támogatása. Itt most ezek szerencsésen egybe estek tulajdonképpen, hiszen a roma kultúra ugyanúgy része az összes magyar kultúrának, és hát én örülök neki, hogyha ők is ezzel foglalatoskodnak szabad idejükben. A mai napon, a kultúra ünnepén és egyben Cseh Tamás 75. születésnapján egy olyan zeneszerző, énekes, színész, előadó művész, rajztanár életútját szeretnénk műsorunkban felidézni, akinek neve, alkotóművészete felidézi a napsütötte 60-as, az esőverte 70-es és a csuki alatt rejtőző 80-as éveket, majd a rendszerváltás követő reményteljes és kiábrándító. Játszok új élet, hogy semmiről sem tudunk. Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Mások játszanak, s mi leszünk fönn könyvökül. Míg a régi újra kell, hogy mindenki másról beszél. Beszél, beszél, hogy én hozzájuk, hogy tőlünkbe a fél. Játsszuk azt, hogy félünk megint, játsszuk azt, hogy játszunk megint, hogy az idő nincs már. Az önkormányzat nevében Váradi Istvánné osztotta meg gondolatait a Magyar Kultúra Napja kapcsán itt a jelenlévőkkel, és hát nagyon összeszedte a tulajdonképpen a Kaba első írásos emlékétől a mostani kultúra értéktárig azokat, amire igazán büszkék lehetünk, azokat a tárgyi szellemi értékeket. Van mire büszkének lennünk kabaiaknak. Mindenképpen, és úgy gondoltam, hogy a hetedik alkalommal mondok a Magyar Kultúra Napján köszöntőt, és elindultam az egyetemes kultúrától, az Európa kultúrán át a magyar kultúráig. Ezt követően beszéltem már Kölcsey Ferencről, életéről, a himn, magáról, a csodálatos himnuszunkról. Úgy gondoltam, hogy most már az az állomás következik, ahol Kaba és Kaba értékeit, Kaba kulturális értékeit kell bemutatnunk. De ez egy olyan, hála Istennek, olyan nagy csokor, amit egy ilyen alkalommal nem lehet. Ha legközelebb alkalmat kapok erre, hogy újra megtehetem, akkor a civil szervezet, a kabai kulturális élet civil szervezeteit mindenképp szeretném még részletesen bemutatni a közönségnek. És hát nem a himnuszból, hanem egy másik művéből, de Kölcseinek a Hasalkos gyarapics és a Haza fényre derül mondatot tulajdonképpen mottóként hívta segítségül, mert ez a kulturális értékekre is igaz. Igen, meg azt gondolom, hogy Kölcsey Ferencnek ez a gondolata, hogy has alkos gyarapíts, a haza fényre derül, egy olyan felszólítás, egy olyan érték, ami teljesen egybecseng a himnusz üzenetével, és minden magyar ember számára szerintem ez naponta eszébe kell, hogy jusson a himnusz mellett. Nem csak a Cseh Tamás műsor kapcsán, de ön is felidézte a
tulajdonképpen távolabbi múltat, amikor még a fekete-fehér televízió egyfajta közösségi összetartó erő volt a kisebb településeken, és ennek kapcsán én is elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen 10-20-30 év alatt mekkorát változott az érték, mekkorát változtak a kultúra közvetítés lehetőségei. Teljesen igaz az, hogy társadalmak és korok meghatározzák a maguk értékeit és az értékek, kulturális értékek és egyéb értékek sorrendiségét, és valóban az, hogy elmondhatjuk azt, hogy 10-20-30-40 évvel ezelőtt ahhoz képest mennyit változott a világ, és én nagyon sajnálom, hogy annyira felgyorsult az élet, hogy nem nagyon jut az embereknek ideje arra, hogy egymásra figyeljenek, hogy közösségeket alkassanak, főleg a nagyvárosokban, az borzasztó az a nyüzsgés, ami ott van. Úgy gondolom, hogy nekünk még szerencsés a helyzetünk, hogy egy olyan kis településen élünk, ahol ez még megvalósítható, és az emberek ismerik egymást, tisztelik egymás munkásságát, és tudnak közösen dolgozni. És ennek a kultúra közvetítésnek tulajdonképpen egy intézményesített központja, a Művelődési Ház, ami ugye régen kultúrháza a nevet is magában viselte, és hát itt a virágok kapcsán azért egy nagyon, mondhatjuk, hogy ünnepi dátumról, eseményről emlékeztek meg. Nagyon nagy dolog szerintem az, hogy a Mátyai Sándor Művelődési Ház olyan címet kapott és olyan díjat, ami arról tanúskodik, hogy kiváló munkát végeznek, és én valóban úgy gondolom, ahogy a beszédben is elmondtam, hogy ez nagyon nagy kitüntetés a település számára azért, mert Kaba minden lakója dolgozott érte, a közösségek, a civil szervezetek a teljesen összefogással végzik a munkájukra, maguk és közösségükbe. Nem szabad elfelejkezni az intézményekről, az iskoláról, az óvodáról, a támasz szolgáltatásairól, nem szabad elfelejtkezni az önkormányzatról, aki mindenhez az anyagi támogatást adja és törődik a Művelődési Házzal, és úgy gondolom, hogy mindez a településen egy szerves egész, és valami nagyon fontosat még úgy gondolom, hogy hozzá kell tenni, hogy itt Kabán a mezőgazdasági kultúra, az ipari és mezőgazdasági vállalkozók, ők is hozzáteszik azt az értéket, ami lehetővé teszi, hogy egy ilyen címet nyerjen el a település számára egy művelődési ház. Aminek egy nagyon ünnepi aktusa, ha jól tudom, Budapesten lesz. Budapesten kapják ezt a kitüntetést, adják ezt a kitüntetést, a miniszter úr adja át nekik, a önkormányzat dolgozói fognak felmenni érte, és bízom benne, hogy egy olyan élmény lesz számukra, ami ösztönzi majd őket arra, hogy 3 év múlva újra pályázhassanak és megnyerhessék ezt a díjat. Hullám, hullám, szép dolgok.
Vannak emlékező emberek, és vannak felejtő emberek. Én a felejtők közé tartozom. Akkor már volt egy nővérem, Cses Ári. Ő 3 éves korától emlékszik dolgokra, én pedig gondolom olyan 5 éves koromtól rémlik valami, hogy történt velem ez meg az. Tordason laktunk. Olyan nagyszerű, nagyon egyszerű volt az élet abban a faluban. Nem emlékszem, hogy lett volna egy tervem a világban egyáltalán. Abban a faluban volt egy folyó, a Szent Vásztó víz. Mi folyónak hívtuk, de igazából patak volt. És ott gondoltam, hogy hajós kapitány leszek, egy teknővel úsztunk rajta. Állandóan szerepelt. Még iskolás sem volt, minden ünnepélyen énekelt. Szerepelt, szavalt, vagy vezényeltették vele az énekkal. Vagy beállt a kislányok mögé, és ott tehetett. Nagyon jó hangom volt. Szoprán. Az erdő választott el minket a falutól. Ha jött hazafelé, énekelt. Szomorú nótákat állandóan. A saját költeményeit énekelte. Mikor leérettségizett, édesanyáméktól kapott egy gitárt. Attól kezdve állandóan pengette a barátaival. Összejöttek, és angolul énekeltek. Gyufaszállal pengettem, és az első számomat most itt elének rám. Az volt, hogy hello, bip-bip-rak, hello, bip-bip-rak, és egy gyufaszállal pengettem az éhapos húrt. Meghallotta a szomszéd fiú, hogy gitározok, mert hogy baromira jól gitároztam, és idejött, hogy csináljunk zenekart. Csináltunk zenekart. Megtanultam 3 akkordot, később 4-et. Shadows-t, Hurricanes-t játszottunk, Cliff Richard-okat énekeltünk. Hamar beletanultunk abba a világba. Tehát érettségi után nem sokára egy zenekarban álltam a színpadon, én voltam a ritmusgitáros, és énekeltem. Kiürült a színpad, azt gondolom, hogy egy igazán tartalmas és lélekhez szóló műsort tett le az asztalra ez a kis csoport, majd mindjárt elmondjuk, hogy ki. A Cseh Tamásra emlékeztek, tulajdonképpen Cseh Tamás életére, dalaira, műveire, amit egyfajta dátum is figyelmünkbe kínál, de mégis hogy alakult ki ez a kis irodalmi színpad, ha lehet így nevezni az énekeseket, versmondókat, és hogyan jött az ötlet, hogy a Magyar Kultúra Napja az idén Cseh Tamásról szóljon. Egy kicsit messziről kell elindítanom a történetet. Tavaly a költészet napján Arany Jánosra emlékeztünk, és akkor már ez a kisebb társaság összeállt, és akkor zenés verses műsort hoztak létre. És amikor vége lett, akkor Szanyi Lilla megjegyezte, hogy de jó lenne egy Cseh Tamás estet így összehozni. És ma, az ide, illetve decemberben beszélgettünk, hogy az idei évben, 2018-ban milyen ünnepi programokra lehetne készülni. És akkor vetődött fel a kollégák között, hogy Cseh Tamás most lesz 75 éves. És amikor emesét megkérdeztem, hogy mi lesz a kultúra napja, mondta, hogy hát még nincs semmi. És mondtam, hogy és Cseh Tamás? És mondta, hogy jó, meg van véve. Úgyhogy fölkérte Szanyi Lillát, hogy állítsa össze a műsort. Ő karácsony előttre össze is állította, és amikor karácsony után január első hetében összejött a társaság, akkor egy kész műsorral, vagy pedig aki még szerette volna, hogy beletegyék a kedvenc dalát, akkor az belekerülhetett, elkészült hozzá a vetítés is, és szerintem egy tényleg egy nagyon jó műsor, egy nagyon jó hangulatú műsor jött össze, és biztosan tudom mondani, hogy mindenki nagyon élvezte még a próbákat is. Hogyan jött össze a csapat? Hiszen voltak pedagógusok, könyvtárosok, művházasok, más civil szervezetből előadók, mindenki egy kis szerepet kapott, volt, aki gitárral, volt, aki az ének hangjával, volt, aki a versmondásával. Az alapot azt a Kabai Versbarát kör adta, tehát ők mindenképpen szerettük volna, hogy részt vegyenek rajta. Ugye Boldog Csabát, a férjemet tudtuk, hogy ő jól tud énekelni és gitározni is tud. Őt én beszéltem rá, hogy szerepeljen, és hát ugye Szabó József pedig tudjuk, hogy nagyon jó énekes és fantasztikus előadó volt már a nyári színház műsorában is. Ugye én, mint gitáros ember, néhány Cseh Tamás dalt ismertem, de még nekem is nagyon sok újdonságot, új információt sikerült megtudnom ebből a műsorból, Cseh Tamás életéről. Hát ha valakiről könyvet vagy filmet lehetne forgatni, akkor az ő.
Igen, így van. Most, amikor mi is igazából most ismerkedtünk meg Cseh Tamással, amikor a Budapest dalt hallgattuk, hát akkor belegondoltam, ez egy teljes szociológiai tanulmány. Hihetetlen, hogy a mai fiatalok talán meg sem értették, hogy mit jelent az a szöveg. Lehetne velük beszélgetni róla. Igen, tulajdonképpen a 60-as, 70-es, 80-as évek hangulatát és korát teljesen visszaadják ezek a dalok. Igen, így van, így van, és én bízok benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. A közönség soraiból jó visszajelzést kaptunk, láttuk, hogy volt, aki még velünk is dúdolt, vagyis hát az énekesekkel dúdolta a dalt, ami egy nagyon nagy öröm szerintem mindenkinek. A könyvtárosok mindig gyűjtik a különböző történeti jelentőségű dátumokat és eseményeket. Járt-e Cseh Tamás, járhatott egy Cseh Tamás Kabán az elmúlt évtizedekben? Nem tudok róla, hogy akár egy előadói este is lett volna. Azt tudom, mint ahogy a műsorban is elhangzott, hogy Debrecenbe szerződött. Fiatal koromban szerettem volna elmenni a Cseh Tamás estekre, de hát nem volt rá lehetőségem. Bíztam benne, hogy majd, ha Debrecenbe jön, de a betegsége úgy tudom, hogy megakadályozta, hogy több fellépést is szervezzem. Azokban az években a vidéki fiatalsághoz eljutott az ő művészete, hiszen egy kicsit ilyen margó melletti megtűrt művész volt. Nem igazából éreztük, hát az Antoine és Desirée szerintem mindenki fújta. Az állandó nő, a munkásszállása szerintem korosztályunknak az egyik kedvence volt. Azt gondolom, hogy lehet tolmácsolni a gratulációt a kis társulat tagjainak, és majd várjuk a következő ilyen közösségi összejövetelen a műsort. Ez azt gondolom, hogy azért is nagyon jó lehet, hiszen nagyon sok néző jött össze. Igen, meglepődtem, hogy nagyon sokan eljöttek, ahhoz képest, hogy szombat délután van. Már hozzászoktunk ahhoz, hogy nem nagyon szeretnek az emberek ilyen sötétedés tájékán kimozdulni, de fantasztikusan sok érdeklődő volt, és nagyon jó hangulatú volt. Elnézést, elfelejtettem elmondani Bagini Molnár Katikának a nevét, aki az ének hangjával bennünket és mindnyájunkat nagyon meglepett. Fantasztikus előadó, és szerintem a szerénysége miatt eddig nem ismerhettük meg, hogy milyen önállóan tud énekelni. Mennyire fantasztikusan jó énekes. Abban maradt minden. Abban maradt a festés. A gitár az nem maradt abban, mert édesanyámnak mondtam, hogy hagyd menjek el egy albérletbe, mert hogy nekem jobb lenne valahol egyedül lenni. Mert apádra hordod, meg anyádra a festményeidet, meg a gitárodat, rendetlen vagy. Mindig baj volt velem, nem zárom be az ajtót, későn jövök. Akkoriban már későn jártam haza, mert udvaroltam Rákos palotára. Nem udvaroltam, azt inkább csajozásnak kellene hívni, mert az nem udvarlás volt. Cseh Tamás több filmben is játszott ezzel egy időben kisebb-nagyobb szerepeket, vagy éppen filmdalokat írt. Többek között szerepelt Jancsó Miklós, még Kér a nép, Magánbűnök közelkölcsök, Szörnyek évadja, vagy a Kék Duna keringő című alkotásában, majd Tímár Péter Csinyi babájában. A honvitárra körbe fordok veled, magam ajánlom, vedd meg az életemet. Nézd meg az arcom, nézd a bőrömet. Ha már áru lettem, hadd legyek tiéd. Karom kitára, körbe forgok neked. Mondd, mennyi érek, s én azonnal érezek.
szép szó, mi átfesti a színeket. Tudom, hogy a lesz egy ország operány. Másik szavamtól a forgó föl megáll. Egy ilyen élet nem jár a bárkinek. Stábunk az elmúlt években is célnak tekintette, hogy a kabai önkéntes tűzoltók tevékenysége iránt érdeklődők megfelelő információt kapjanak. A több mint 100 éves múltra visszatekintő helyi egyesület tagjai a katasztrófavédelem, azon belül a polgári védelem, a tűzvédelem, a műszaki mentés és a kármentés területén segítkeznek a bajba jutottaknak az év 365 napján. Önkéntes, áldozatkész közösségi munkájuk miatt megérdemlik a település lakóinak figyelmét, megbecsülését. A féle évzáró, évindító beszélgetésre érkeztünk a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület őrszobájába, ahol Vágó Béla parancsnok úrral elevenítjük fel a 2017-es esztendőt, és egy kicsit a jövőbe is tekintünk. Milyen volt ez a múlt év a adatok szerint, milyen jellegű beavatkozásokon vettetek részt? Remélem, hogy az idei év még jobb lesz, mint a tavalyi. Hál' Istennek tavaly nem sok tűzoltó beavatkozás történt Kaba területén, mindössze 30 eset volt, ebből körülbelül 5 volt, ami nagyobb eset volt itt Kaba területén, és 1-2 volt még tetéklenen, amiből 1 eset volt a nagyobb. El kell, hogy mondjam, hogy javarész műszaki mentéseket hajtottunk végre, tehát közúti balesetek, akkor állatmentés darazsak fészkeltek be, tűzesetek is voltak több helyen, tehát volt dolga a tűzoltóknak, de ebben az évben, hál' Istennek, vagyis úgymond tavalyi évben kevesebb esetünk volt, mint a többi évhez viszonyítva. A különböző beavatkozások közül emeljük ki a tűzeseteket, ezeket nem csak belterületre, hanem külterületre is értenünk kell, hiszen nagyon sokszor van olyan, hogy kertségekben vagy esetleg nádasokban kell tüzet oltani. Volt tetétlenen kazaltűzünk is, ami sajnos egy villámcsapás okozott. Egész éjjel ott voltak tűzoltóink, én is próbáltuk eloltani a tüzet, mely hajnalra sikerült is. Nagyon nehéz volt, mivel külterületen volt, víz nagyon messze volt, így több száz méter tömlőt kellett kifektetnünk, hogy meg tudjuk a fecskendőket táplálni, és mondanom kell azt, hogy mivel villámlott, esett is az eső, fecskendők elakadtak, tehát nagyon nehéz volt az oltást véghez vinni. Ez sajnos ez a természet okozta, ez elkerülhetetlen, szinte az ilyen. De vannak olyan esetek, amiket igenis el lehet kerülni, tehát ha megfelelően kezeli mindenki otthon a kertet, kertséget, odakint a külterületen lévő földeket, földek szélén levágják a nádat a csatornákon, akkor ez nem fordul elő, tehát nem lesz, amit meggyújtson bárki is, nem lesz, ami meggyulladjon. Tehát, hogyha kezelve van, akkor ilyen esetek nem fordulnak elő, amik egyébként is kicsiből indulnak, és általában nagy tüzek lesznek belőle, és veszélyeztetnek. Nehogy Isten, nagyobb dolgot is elér a tűz, ami nagyobb anyagi kárt is okozhat. Nem beszélve az óvatlan, vagy akár a szándékos tűzgyújtásokról, a tilalmak megszegéséről, hiszen sokszor vannak ilyen emberi gondatlanságból bekövetkező tűzesetek is.
Igen, de el kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb, hál' Istennek, hogy a tavalyi év is megmutatta, hogy egyre kevesebb ilyen szabadtéri tűzeset van, de vannak, és ezek legfőbbképpen úgy, ahogy mondjuk ember okozta a tüzek, vagy figyelmetlenség, vagy szándékosság, ezt már figyeli a katasztrófa védelem is, meg figyeli az önkormányzat, tehát rendeletek vannak ráhozva, törvények vannak a tűzoltásra, vagyis ezekre a tűzgyújtásokra hozva, és hogyha valaki mégis szándékosan olyat követel, hogy másnak anyagi kárt is okoz vele, azt igenis meg fogják büntetni, elő fogják venni érte. Kiemelt tevékenységét képezte az Egyesületnek a különböző műszaki mentéseknél való segítkezés. Hát ugye itt van a 4-es számú főút, amelyen szinte minden héten történnek balesetek. 2017-es esztendőben voltak súlyos, sőt halálos kimenetelű balesetek is, tragédiák. Így van, a 4-es számú főúton a tavalyi évben is többször történt kisebb-nagyobb baleset, ami kimagasló volt, az december 22-én egy 3-as karambol történt a vasútállomás mögött a Agrifilmmel szemben a 4-es számú főúton, ahol három személy gépkocsi összeütközött. A ütközés során többen megsérültek, az egyik egy mikrobusz volt, amiben többen is beszorultak, tűzoltóink feszítővágó segítségével mentettek ki, személyautó, amely ütközött, abban sajnos egy személy elhunyt, egy meg nagyon súlyosan megsérült. Nem mondhatnánk, hogy ebben az új évben van lehetőség arra, hogy ezek a balesetek elmaradjanak, hiszen már a januári időszakban is több baleset történt, nem csak a 4-esen, hanem itt környékünkön. 21-én este történt egy baleset a 4-es számú főúton, a Kabai Nádudvari út kereszteződésnél, ahol most a felüljárót csinálják. Az úton megcsúszott egy Mercedes Sprinter mikrobusz, beleborult a gödörbe, hárman utaztak benne, két személyt kivizsgálásra szállítottak kórházba, egy harmadik személy könnyebben megsérült. Anyagi kár történt, sajnos a maga jármű megsérült. A helyszínen áramtalanítottuk a gépjárművet, mentők ellátták a sérülteket, a rendőrség meg végrehajtotta a útbiztosítást és a helyszínelést. Ugye azt tudjuk, hogy a kabai tűzoltók önállóan is bevetésre készek, de nyilván a hivatásosokkal együtt is működnek, de mégis nagyon fontos a felszereltség, hiszen évről évre próbálnak javítani ezen a területen. Ebben milyen változások történtek a tavaly, illetve mik a tervek, mik a kilátások? Igen, továbbra is együttműködünk a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelemmel, és azon belül a püspöklalányi hivatásos tűzoltók területén vagyunk, és oda tartozunk, tehát a püspöklalányi tűzoltókkal, hogyha kell, hogyha a műveletirányítás úgy intézkedik, hogy több egységnek menni kell, akkor általában a püspöklalányi tűzoltók jönnek a területre, és ővelük közösen hajtjuk végre vagy a műszaki mentés, vagy a tűzoltást. De ez előfordulhat önállóan is, amikor másik egységre úgy dönt a művelet irányítás, hogy nincsen szükség, tehát egy kisebb tűzeset, egy kisebb káreset, ami előfordulhat, amit az egység abban a felszereléssel, ami van, tehát végre tud hajtani, akkor önállóan fognak bennünket kiküldeni, és akkor önállóan végre tudjuk hajtani ezt a mentést. Ugye a sajtóban megjelentek most hírek, amire nagyon lecsaptak a különböző médiumok, hogy a kisebb egységeket is fejleszteni fogják komoly beruházásokkal, beszerzésekkel. Ezzel kapcsolatban hogyan reagált a kabai önkéntes tűzoltó egylet, vagy megvárjátok, amíg a konkrétumokat megismeritek? Igen, megvárjuk a konkrétumokat, tehát az az igazság, hogy ígéret mindig volt, és látunk mi is lehetőségeket, de ez majd akkor lesz 100%-ban biztos, ha elénk kerül a dolog, tehát mindent megteszünk, mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy tudjuk fejleszteni az önkéntes tűzoltó egyesületet, sőt más tűzoltó egyesületeknek is megpróbálunk segíteni, tehát maga
a technikát, az állományt, a létszámot, mindennek a fejlesztését célnak tűztük ki. El kell, hogy mondjam, hogy ez a tavalyi évben se történt más, hogy több millió forint értékű pályázati eszközöket, pályázati dolgokat nyertünk, amit legjobban szeretném megköszönni a pályázatíróknak, Kovács Tímának, aki nagyon benne volt ebbe a dologba, és majdnem 100%-osan vittünk végig több pályázatot is, amiből rengeteg eszközt meg tudtunk vásárolni. Utánfutótól kezdve a roncsvágóig, akkor olyan egyedi dolog, ami szinte nem is nagyon van a megyében, mentőfűrész, amivel lehet vágni mindent, tehát a fémet is lehet vágni, olyan helyekre lehet vele bejutni, ahol egyébként nagyon nehéz kinyitni, bebontani az ajtót, tehát ez a fűrész már arra képes. Nem is egy olcsó dolog, ezért használtuk ki ezt a pályázati lehetőséget, tehát nagyobb eszközök, nagyobb értékű eszközök vásárlásra is ad nekünk esélyt, tehát tudjuk megvalósítani ezeket a dolgokat. Remélem a jövőben is ezek ugyanígy meg fognak történni, sőt vannak itt többfajta lehetőségek, járművásárlásra is, járműnek a megpályázására is, hát reméljük ez mindenféleképpen be fog jönni. Nagyon fontos az, hogy milyen az emberállomány, és hát azt vettem észre az elmúlt években, amikor itt nálatok vendégeskedtünk, vagy esetleg forgattunk, hogy ez a mi generációnk, ez a 30-as, 40-es éveiben járó generáció alkotja tulajdonképpen a személyi állománynak a törzsét. Hogy tudjátok, meg tudjátok esetleg szólítani a fiatalabbakat, a 20-éveseket? Igen, az az igazság, hogy próbálkozunk, de el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz nekünk is munkahely, tehát család mellett ezzel foglalkozni, de hál' Istennek, hogyha probléma volt, mindig meg tudtuk oldani, mindig meg tudtuk beszélni a dolgokat, tehát ennek az önkéntes tűzoltó egyesületnek, tehát menni kell, működni kell. Igen, megpróbáljuk a fiatalságot is bevonni, ami nagyon nehéz, de természetesen rajta vagyunk, nyáron is tartunk bemutatókat, jönnek ide hozzánk, megmutatjuk felszereléseket, stb. Próbáljuk őket, hát ha egy pár év múlva közénk a sorba be tudnak állni, és ezt az egészet majd valamikor tovább tudják vinni, mert tehát ez egy nagyon jó dolog ez a városnak, és már mondjam azt, hogy Tetétlennek is egy plusz lehetőség, de hát ez egy plusz védelem, amit a egyesület tűzoltói önállóan, és tehát mondjam azt, ingyen bérmentve tesznek. Már csak azért is fontos, hogy valaki, hogy stílusos legyek, ezt az őrlángot tovább vigye, hiszen ha itt vagyunk ebben a laktanyában, ebben az őrszobában, akkor tulajdonképpen megszólít minket a múlt, az egyesületnek a több mint 100 éves történelme, a sok-sok tárgyi relikviával, vagy a papír alapú emlékekkel, úgyhogy nyilvánvalóan ezeket a tradíciókat is szeretnétek tovább éltetni. Így van, tehát a múltat is szeretnénk továbbvinni, ebben van több lehetőség is, vannak régi kocsifecskendő versenyek, amiben ugyanúgy a fiatalok, idősek részt vehetnek, csak mindehhez össze kell jönni, mindehhez idő kell, de remélem a jövőben valahogy csak alakulnak a dolgok, és akkor össze tudunk jönni a fiatalsággal együtt, és ezeket is tudjuk ápolni, tudjuk továbbvinni a régi múltat is, ami itt is elég szépen összejött a idők során, de mindez még kell az emberi erő. Mert hogy egyébként mondhatjuk, hogy amellett, hogy ez egy jó állomány, ez egy jó közösség, egy igazán szoros baráti közösség is. Igen, nagyon szoros baráti közösség, tehát ez egy csapat, aki kiáll egymásért, tehát amikor bajba vagyunk, segítünk, ez csak csapatmunkába tud működni. Tehát mindenféleképpen össze kell tartani, össze kell fogni, és akkor így tudjuk legyőzni a tüzet, vagy esetleges műszaki mentésnél így tudunk segíteni mindenkin. Amikor két hete a kertbarátokkal búcsúzkodtunk, akkor jó termést kívántunk. Egy hete, amikor a horgászokkal, akkor azt mondtuk, hogy görbüljön a bot. Mi a újévi jó kívánság? Mi lehet az újévi jó kívánság a tűzoltóknál? Tűz és eseménymentes boldog új évet! Thank you.
réti öreg templom hallandója. Fájó szívem majd meghasad a rózsámat, úgy siratja. Kihallatszik a pusztába a nagy harag élénk a zöld erdőben sírva fakad a gondolat. Siras-siras kecskeméti öreg templom monostori zöld erdőnek turbékoló van hangja. Hullas, hullas levelete te susakod ez is a levele, vitt a rózsát, s a lányát. Újlas, újlas, levelete, te szuszogod, ez is nyárfog. Felszállott a vadgalomba nyárva tegyek, úgy érzem, hogy a szívem megbújt szeretőként. Ők szeretőként nem csak a gyerek a csillárosnak, aki reggel délbe este a csókodat. Ők szeretőként nem csak a gyerek másra, aki reggel délbe este a csókolat. Azt mondta a vadgalamb, hogy én szeretném, mert amikor a lábam réken megérsük a lábunkat, képben rejtsük a tudatban, tépp ott is vázik, vagy csak igaz szív szerelem tud. Egy magányos, valós és házban.
közepem már dalban kérdik. Kevén és tövidek száz rózsa lőtte, száz rózsa lőtte, összeg, mint a hóra pénzre, szeretem, ha én itt most jutott eszembe. Mai műsorunkba, a jövő héten már februárban járunk, bőven benne a farsangi időszakban, addigra az is kiderül, hogy a medve február 2-án meglátta-e az árnyékát, azaz milyen időjárás megfigyelési jóslatokkal rendelkezünk. Addig is várjuk információikat, javaslataikat, műsorötleteiket a itt megjelölt és korábban már feliratozott és sokszor elmondott elérhetőségeinken. Találkozunk egy hét múlva, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!